Na Halihó, itt a Mário, doktorantál Mário, már saját magamat is nem tisztelem, hogyha nem úgy köszönök be, ami a valódi végzettségem. Tehát doktorantál Mário, vacológus, banszakértő, reportőr, őrségkivizsgáló. Rég hallhattátok ezeket a rangokat, de most újra elmondom az új néző kedvéért. Na mehetünk. Ott van baj, de ennyiből nem, mennyi? 10-kor alatt 15 kill, 86% fejlővés, nagyon erős. Mintha magamat látnám, nem közben. Nézzük meg, hogy hogyan fognak reagálni az elkövetők ellen. Meghalt egy béka a pelikán által, mondjuk ez életszerű teljesen. Tehát ez első életszerű kill a Cségó történetében. Cségó történelmében. Amikor a pelikán megöli a bagolyt, a békát. De mi csinál? Nézd már. Na ki kéne menni a bombáért? Hát ez egyesével nem biztos, hogy taktikus. Ki kell flashelni, ki kell menni két irányból, de egy percetek még van taktikázni, de már jön hátba a hármaska. Ennek nem látom értelmét, amit most csináltok, ebből jól nem fogtok kijönni. Már rég el kellett volna indulni körbe valakinek, hogy legalább hátba menjen, érted? Nem az, hogy itt izélni, szenvedni a kezd bent a lerakón. Hogy került ki a bomba? Valaki kirohant vele, nem is figyeltem. Vagy ott megölték pont az ajtóba és kiesett, de szerintem kirohant valamelyik hajléktalan. Na. Ennyi már. Te mit csinálsz? Mit szenvedsz itt? Nézd meg, egyesével ki fognak nézni. Flash minden nélkül. Ha már nincs flash, akkor meg kell csinálni valahogy a shoulder picket, hogy jól legyen, és meg körbe kell menni. Figyeld, kimegy az is. Elhiszi, hogy hárman nem fogják úgy előni? Elég bátor. Eltalálta. Ah, meghalt. Ez az emul elő mindenkit. De az lehet, hogy csal. 17-5-ben van. Nem mondom, hogy csal, csak azt mondom, hogy lehet. Mint ahogy ez is több, mint valószínű. Ugyanúgy levi fejbe az embereket, ugyanolyan rántással. Én értem, hogy tudod, hol lehet átlőni a falat, de akkor miért rántással teszel? Nem csak oda tartod a fegyvert, érted? Nem mindig így ránt fejre. De ma mindjárt megnézzük, hát most ennyiből még nyilván nem fogunk semmi olyat mondani, amelyből negatívan jöhet ki a megfigyelt személy. Na, ugorj le! De folyamatosan ránt, de miért ránt folyamatosan? Miért nem tart valahová? Doboz közepére minek tartasz? Meghalt. Már csak a pelikán él. Aj, de meg az csattogóval, úgyhogy vigyázni kell. Jézusom! Hoppá! Meleg a szituáció, úgyhogy menekülni kell. Eddig én nem fogom azt mondani, hogy csal, mert azok a lövések ott furcsák nyilván, de ennyiből még nem mondjunk semmit. Figyeld! Wow! Leugrott. Egyébként 500 like, 100 komment a cél, ugyanúgy, mint minden vacológia résznél. Osszátok meg, hívjatok ismerőst, akit érdekel a Cségó, meg így az, hogy nézzen rá. Háttérben meg kocsik várják, mert nem zártam be az ablakot, de most ez így nagyon real, mintha ott lennénk, tudjátok, azt a háttérben itt közben, miközben harc van, kocsik rohangálnak és jönnek, mint a szökésben. Keresik folyamatosan az ellenséget. Túlélte. Én amíg élek. Na nézzük. Figyelj, oda tart megint, és megint úgy fog rántani, de most nem jön senki. Kíváncsi vagyok. Csak akkor jön, amikor mennek. Nem, jó. Jó. Akkor az tudja, hogy, úgy lehet átlőni ott. De hogy miért mindig úgy ugrott a csávó, hogy mindig úgy lője el, hogy előtte, hogy ahogy nem lőtte, hogy beugrott, hogy lőtt el. Hát, na mindegy. Egyenesen More, ott van a smoke-ban. Figyelj, tarts rá, azt lőd el. Nem. Nem biztos, hogy csal ez. Sőt. Biztos, hogy gyengébb rang ellen játszik, mert mondjuk 3 AVP-t meg egy csattogót ritkán fognak venni magas szinten. Tehát, hogy mondjam, ilyen sheriff szinten se vesznek már ilyet, meg sas szinten se nagyon. Ez ilyen Nova szinten még talán belefér. Most mit pötyöksz, tesó? Próbálod a lehetséges spotot meglőni, hogy ha ott van, akkor kapja? Már mondjuk így nekem is volt szerencsém, az megjön. De szerintem ez hallotta a csengettyű és szólt. Mert a csávó végig trappolta a horgony. Jön fel, mindjárt meghal a horgony, nem hal meg a horgony, mert ellövi. Oh.
Én amíg élek, soha nem. 11-3. Hát nem álltok jól, tesó, az az igazság. Egyedül nem tudod lehozni a meccset. Ez a... Hoppá! Ez a baj. Egyedül nem tudod lehozni a meccset. On vagy, mint Rauf. A többinek nem megy, te még egyedül nem tud megváltani azért a világot. Menjél! Nem értem, hogy mi történik ennél a srácnál. Lehet, hogy van valamilyen segítsége. Célzási segítsége. De mindjárt megnézzük. Na, menj már azt nézzél ki oda CT-re, hogy mit lősz. Ne így szenvedjél. Lőd el! Ha fajin vagy, fejbe lövett 25-ször. Nem lehet eltalálni a kését. Szerintem ezek együtt vannak, azért lőtte meg. Teljesen rossz helyre tart, tehát VH-ja nem nagyon lesz. Atya úristen, nézzük. Hát ez a tűz, ez tanítani való volt. Á, ne azért, hogy mindent rántva fejbe ránt. Mert ha még mindig oda tartasz és ellövöd, de hogy te mindig rántasz fejre és mindig fejre rántod az első két golyót már. Kicsit furcsa, de nézzük azért tovább. Hoppá, Csengettyű megölt a békát. Csengettyű, miért ölted meg a békát? Lőd fejbe! Na. Itt meg nem tudja fejbe lőni, csak 26. golyóra. Hát milyen dolog ez? De szerintem Smurf lesz. Azért nem merek. Hoppá. Azért nem merem azt mondani, hogy csal fixen. Hát a panszörzetem se tudja, hogy ez mit csinál. Nem tudom, én ezt azért nem tiltanám ki. Ezt azért nem tiltanám ki, mert az ellenfél se, nem egy acélos dolog, van ott is jó játékos közötte, de szerintem ez csak Smurf. Vagy hogy mondjam, ezért nem tiltanám ki, tehát aki erre azt mondja, hogy aim, azért ezért nem lehet kitiltani, amit itt látunk. De fel is gyorsítom inkább. Ennyi a futás? De tényleg egyébként van olyan, hogy az őrségben, hogy kapsz azért plusz pontot, hogyha úgy reportolsz jól embert, hogy nem kapja meg a band? Érted? Ezt lesz be lehet lőni dezerttel. Aki tud dezertet lőni, ez most ez nem egy nagy ördöngőség. De miért hát ennyire középre? Hogy belerohanjanak? Egyszerűbb úgy lőni, mint hogyha rántani kéne? Az a baj, hogy most erre, hát most ezek lőhetőek, akik tényleg tudnak dezertezni. Ó, meghalt. Hát jó van, srácok, ez nagyon erős volt ez a csávó, de én akkor is azt mondom, hogy ezért nem lehet kibanolni. Nem, szerintem nem égbe kiáltó lövéseket csinált. Láttam én már ilyet csapattársamtól is. Úgyhogy halihó, ez lett volna a vacológia. Dr. Antal Márióval majd találkozunk a következő részben. Dighe, sziasztok!